Szeretettel köszöntök újra mindenkit, és ennek a tárlatvezetésnek itt erről a házaspárról szóló kiállításban én azt éreztem feladatomnak, hogy a pár női feléről, Újvári Erzsiről meséljek egy kicsit többet. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én már egy múzeumi munkatárstól, Sárától kaptam egy tárlatvezetést privát, és kicsit félek is, hogy pont itt van, mert nem tudok annyi mindent az egészről, mint amennyit ő tud, de közben itt megnyugtattak a csibéjék, hogy furcsa is lenne, ha egy párnapos felkészülés alapján tudnám hozni, ami a több éves, hónapos kutatás alapján sikerült. Amikor először elkezdtem a Barta-Újvári házaspárt egy kicsit közelebbről megvizsgálni, őszintén szólva nagyon nem került hozzám közel Erzsi alakja, és abban nagyon sokat segített ez a kiállítás, illetve a velük való foglalatoskodás, hogy ez megtörténjen. És itt hadd mondjam el, ez nem hízelgés, csak pont azért szeretem itt a Kassák Múzeumban a kiállításokat, mert voltak éppen két kicsi térben a sok dokumentummal és azzal a lehetőséggel, hogy a rengeteg háttéranyaggal megtámasztottan ismerkedünk meg egy-egy itt bemutatott alkotóval. Olyan lehetőséget kínálnak, ami tényleg akár elfeledett életműveket is előre tud hozni. Itt a tárlatvezetésemnek választottam egy mottót Pap Tibortól, aki azt írta Újvári Erzsitől. Mi bajom az izékkel, hogy mondják ezeket, ragokkal? Pap Tibornak, tehát Pap Tibor mondja. Újvári Erzsi, mintha rejtett villanykörtéket gyújtogatna, szinte minden sorában, minden költői képében fellobban egy ige. És hát nem túlzok, ha azt mondjuk, hogy valóban egy elfeledett költőnőről van szó, hiszen míg Barta Sándor nevét sokkal többen ismerik akár a vicces manifestumaiból, addig Újvári gyakorlatilag egész életműve feledésbe merült, és még hogyha nagyon utána megyünk a keresésekben, akkor is alig találunk tőle szövegeket. Én is kifotózott, hogy hívják, hogy mondják ezt, oldalakat tudtam megkapni, és így olvashattam először a verseit, már mint itt a falakon kívül. És mielőtt még konkrétan a kiállítás felépítéséről és Erzsi életéről beszélnék, ezt az emblematikus rövid prózaversét, vagy ez a prózák kötetbe jelent meg, ebből hadd idézzek egy kicsit. A Csikorognak a követ lett ugye a később megjelent összegyűjtött írásainak a főcíme. Szátokban csikorognak a kövek, pihenő tenyeretekben az asszonyok éhes gyomra sír. A ti bűnötök, hogy gyerekeiktek szájából vörös utak folynak, mert homlokotok kinyitása helyett a szagos húsokért verekedtetek. És hangotok fölzendült, mikor uraitok fölszabadítani jöttek. Akkor testvéreitek fejét hegyes kövekkel koszorúztátok, és aki biztator rátok nézett, annak szemét az ujjaitokra tűztétek. Most korgó gyomorral a kutakba menekültök. Égő fejetek a hideg kémények alatt futkos. Tehát ezek azért döbbenetes képek, és elsőre ilyen szóhalmaznak tűnnek, de ha mögéjük nézünk, meg ez a szátokban csikorognak a kövek, ahogy a nehezen megformált szavakról beszélünk, egyszerűen megjelennek, ahogy ez a kisnő. És azért nevezem kisnőnek, mert voltak éppen úgymond csatolmányként indult. Sziasztok! Pont a legjobb részről az elejétől nem maradtatok. Nem, egyébként most térünk rá még csak a kiállításra és Újvári Erzsi életére, és még fogok tőle idézni a tárlatvezetés alatt. Tehát ezek a nagyon erőteljes, expresszív képek jellemzik az ő költészetét, és hát nagyon érdekes, hogy ez az egész világ, amiből ez kibomlott, hogyan jöhetett létre. És akkor itt rögtön rátérnénk a kiállítás felépítésére és az életrajzi elemekre, ugyanis ez a terem az, ahol tájékozódhatunk a házaspár hátteréről, illetve megtudhatjuk az életük eseményeit. Ott található egy idővonal, amiből nyilvánvaló lesz, hogy amit
Persze mindenki tud itt, hogy Újvári Erzsi Kassák húga volt, erről majd még részleteket fogunk hallani Kassák előadásában az ő közös történetükről, és itt és a ma, illetve a TETT köréhez tartoztak ezek a Kassák által alapított folyóiratok, és az is még nagyon fontos háttérinformáció, hogy ennek a házaspárnak az egész élete a proletkult hatása alatt zajlott, illetve ért véget. Én erről írtam egy cikket, a Magyar Narancsban olvasható, az lett a címe, hogy Proletkult, mint halálig. Ez a cím nekem nagyon tetszett, kicsit olyan előremutató és forradalmi, mint amilyenek ezek a költemények maguk. És az idővonalhoz tartozik egy kis fiókos szekrény, nekem ez volt a kedvenc részem, ezeket majd érdemes a tárlatvezetés után folyamatosan tanulmányozni. Ott fönt olvasható, hogy miben milyen titkos részletek találhatóak, mert itt az életüknek, az eseményekhez kapcsolt dokumentációi lelhetők fel, például Kassák fiktív levelei a Mutterhez, az anyjához, vagy Barta TBC-vel kapcsolatos gondolatainak, hiszen ő TBC-s volt, és emiatt kezdett el kórházakban, azt jól tudom, ugye vizsgálódni, és az Urálba is emiatt ment. Egyébként nagyon érdekes volt szembesülni Bartának a közkórházakban tett látogatásának eredményeivel, mert ez nagyon közel hozza, és maivá is teszi ezt a furcsa történetet, ami azért ma már nem játszódhat le, tehát ilyen szinten nincsenek ezt még szolgálatában emberek, és hát nem is abban a világban élünk, de azért ma is, hogyha egy írót, költőt beeresztünk a közkórházakba, azért szolgáltatnának az állapotok muníciót. Nekem például szolgáltattak is, én írtam már közkórházas állapotokról. Persze nem, azért nem olyan durván, mint a jó öreg Barta, és hát ő sem volt olyan nagyon öreg, tehát elég fiatalon kivégezték. Ez úgy mondom, mintha vicces lenne, de nem tartom annak. Tehát, nem Újvári Erzsi volt az egyetlen nő alak ebben a körben. Meg kell jegyeznünk Réti Irén, Kádár Kar Erzsébet és Földes Jolán nevét. Földes Jolánt ugye Kassák kapcsán elég jól ismerhetjük. Ő minden szempontból, én nagyon szeretem Jolánt, tehát... Itt egy kis vallomásos rész következik, hogy én Kassákot is nagyon szeretem, sőt egy időben ő volt a plátói szerelmem, a szobámba ki volt rakva a kalapos képe, rengeteg verset is írtam hozzá, és Jolán volt az az alak, akire féltékeny voltam, mert jó, hát Klárikát, a későbbi feleséget kipöckölhetőnek véltem, de Jolán egy nagyon komoly figurának bizonyult, és nagyon komoly tehetsége volt Jolánnak, és írói, alkotói tehetsége is. Egyébként őt a Halászó Macska utcája című művéről szokás ismerni, és ő például ezt a proletkultos irányzatot nem is annyira az életét meghatározó elemnek tekintette, hanem sokkal inkább egy intellektuális kalannak, és ő később is más felé fordult. Egyébként kérem a kurátorokat, hogyha ostobaságokat mondanék, javítsanak ki, mert tehát, hogy mondjuk azt nem, hogy szerelmes voltam Kassákban, mert azt nem lehet kijavítani, és nem lehet kitörölni soha belőlem. Még egyszer írtam egy kis regényt is róla, ami már nincs meg hat példányban, gimnáziumban, az volt a címe, hogy az élet szerves része is Kassákról és a Mutterról szólt. Muttert is nagyon szerettem. Tehát közben még visszatérve arra, hogy milyen felháborító, hogy ezeknek a nőknek gyakorlatilag az egész életműve láthatatlan, vagy csak hát nagyon kis részben ismert, ez Papp Tibor egyenesen bornírtságnak nevezi, és azt gondolja, hogy Újvári Erzsi például a 7 évszázad magyar költői között sem, a Benagy kiadványban sem szerepelt, az egyenesen ostobaságra és csőlátásra utal. De közben azt is meg kell jegyeznünk, vagy szerintem fontos megjegyeznünk, hogy nem olyan egyszerű közel kerülni ezekhez a szövegekhez, és nagyon fontos hozzá, hogy azt a hátteret, amit ez az egész mozgalmi légkör, vagy mozgalmi hangulat, vagy a kor adott, azt mindenképpen hozzá kell vennünk. És sokan azzal vádolják Kassákot, ugye Kassák fedezte fel a húgát, és erről hoztam részleteket, szerintem ezeket érdemes lesz, vagyis hát ezeket szeretném megismertetni, hogy ő nem
nem volt elég, tehát nem bíztatta eléggé Újvárit, de ez nem igaz. Tehát az egy ember életéből is kiderül, hogy igenis Kassáknak nyílt először szeme Erzsi tehetségére. És nagyon érdekes figyelni az egy ember életében, ahogy eleinte még böskézi, meg kis lánynak tekinti. Később már, amikor komolyan publikáló szerző lett belőle, és már a szövegeit nem egy fiatal lány sima érzelmi megnyilatkozásainak tartja, akkor már úgy emlegeti, hogy az Újvári, vagy az Újvári Erzsi, és a vitákban is egyenrangú félként beszél róla, sőt, hoztam egy olyan részletet is, amikor egymásnak esnek a ma körében, mert elég sokat vitatkoztak természetesen, és hogy akkor hogyan veszi védelmébe Újvárit. Egyébként még az nagyon érdekes ezek között, a már említett nők között, vagy a tett és a ma körébe tartozó nők között, hogy mindenki valakinek a valakije. És hogy ez például a Földes György irodalomtörténész ilyen kicsit, nem tudom én, mellékzöngével jegyezte meg, és hogyha belegondolunk, azért most is egy csomószor még a nők csak úgy tudnak, jó, ez az én szörnyű beteges feminizmusom, ami nem is feminizmus, hanem sértettség, meg hátsó gondolatok keveréke, de hogy most is úgy látom, hogy azoknak a nőknek van még mindig nagyobb esélye, akik férfiak farvizén, vagy férfiak támogatásával kerülnek be az irodalomba, és itt ki is irogattam, hogy ki-e volt kinek. Tehát ugye Újvári Erzsi Kassák húga volt, később Barta felesége is lett, tehát hogy ezzel a pozíciója végképp megszivárdult. Réti Irén Komjáti Aladár menyasszonya volt, Kádár Erzsébet Székely János kedvese és későbbi felesége, és hát megvizsgálta a Földes György, hogy a többi nőnek mi köze van a férfiakhoz. Hát ugye Simon Jolán Kassák élettársa volt, Őrsitót Júliától, bár csak egyetlen szöveg jelent meg, ő a tettbe is író Juhász Gyula menyasszonyának mondta magát. Most ez, hogy mondta magát, ez lehet, hogy nem volt igaz, de most hát legalábbis ez érdekes megfogalmazás. Mondjuk én kinek a menyasszonyának mondjam magam, nem tudom. És a 22-ben megjelent egy költemény Csont, vagy Szántó Judittól, ő pedig Hidas Antallal érkezett a körbe. És egyedül még egyetlen egy nőt talált Földes, F. Murányi Jolánt, akitől egyetlen egy vers jelent meg a labba, ő pedig egy postamesternő volt, és róla nem tudunk semmit. De tehát lehet, hogy ő volt az egyetlen, aki senkinek a senkije nem volt. Na tehát Kelemen Erzsébet, aki szintén egy nagy tanulmányt írt Újvári Erzsiről, ő is folyamatosan kiemeli, hogy Kassák támogatta a Erzsi törekvéseit, olyannyira, hogy még amikor Bécsbe emigráltak, akkor is folyamatosan írta, hogy írjál, írjál, alkoss, és nagyon fontos volt neki, hogy a húga tényleg megmutatkozhasson, és segítette végig ezeknek a megjelenését. És ezt írta. Szombaton, ja, és annyit kell tudni, hogy tehát nyilván Kassákkal együtt nagyon mélyről jöttek, proletár származásúak voltak, és Erzsi már nagyon korán kenyérkereső lett. Jó, ezen se kéne röhögni, de amikor így mondtad, hogy a szemfedélgyárban dolgozott, hát háborús évekről beszélünk, elég sok szemfedélre volt szükség, és ebből tartotta el önmagát és a családot. Szombaton Bözse hozza a fizetését. Ő az egyetlen fix jövedelmi forrása a családnak. Sokat, roppant sokat dolgozik ez a kislány. És ezekben a késő órákban se fekszik le megnyugodtan aludni. Előveszi az ismétlő iskolai füzetét és írni kezd. Egyszer belenéztem irkájába, és megleptek az egyenetlen betűkkel, gyakorlatlan kézzel írott mondatok. Egy bontakozó, értelmes és színes lélek szól ki az írásaiból. Nem vagyok elfogult vele szemben, de majdnem irigylésre méltó az, amit ő öntudatlanul csinál. És hát ezt nem írja egy olyan ember, ugye ezek Kassák szavai, aki nem gondolja azt, hogy igenis fontos, amit a másik alkot. És kiráz a hideg mindig, mert Kassák, és ez nem tartozik ide, de szerintem ez nagyon fontos elmondani, hogy Kassák egy rettentően alul kezelt és alul értékelt ember, még a mai közegben is alig beszélnek róla, alig hivatkoznak rá, pedig rettenetesen sokat lehetne róla beszélni, és szerintem mindenképpen olvasni kellene őt. És persze mindig ilyenkor, amikor egy ilyen esemény van és eljönnek érdeklődők, akkor azt tételezem fel, hogy nem nekik vagy nektek kéne ezeket elmondanom, hiszen nyilván akkor, aki itt van, abban van
érdeklődés iránta, vagy van affinitás ahhoz a világhoz, amit Kassák, Újvári, vagy akár itt a többiek képviselnek. De például egy nagyon meglepő dologban volt részem, Knüzgorról tartottam egy előadást tegnap előtt, és ugye beszélünk az önéletrajzi kísérletről, kitárulkozásról, mint egy hatalmas nagy tettről, és elfeledkezünk arról, hogy Kassák az egy ember életében már egy nagyon hasonlót megcsinált, és ugyanolyan kíméletlen őszintességgel, és jó, nem olyan részletezően, mint a norvég félisten, akin én azért elalszom, mint Kassákon nem. Egyszerűen létrehozott egy olyan világot, és az önéletrajziságnak és a kegyetlenségnek egy olyan fokát, ami ma világsiker, és itthon Kassákot nem is olvassák, tehát hogy elkönyvelik annak az ilyen furcsa alaknak, aki ezt még szolgálatába állította önmagát és gyakorlatilag az egész rokonságát. A pap Tibor írta, hogy Kassáknak az egész körére métejező hatása volt, amit szintén nem gondolok, tehát én szeretném, ha annyira métejeznének meg, mint amennyire Kassák métejezte a körötte állókat. Bocsánat, még egy picit itt maradunk, mert csak itt lenne az a két rész, amit gondoltam az egy ember életéből felolvasok. És itt azért nem érzem magam hülyén, hogy Kassáktól idézek, mert Erzsiről, Újvári Erzsiről van szó. Bözséből, a szemfedélgyári lányból Újvári Erzsi lett, rövid prózai költeményeket ír, megjelennek a lapunkban, és ő, az ismeretlen, máron holnapra belekerült egy embercsoport látókörébe. Figyelik őt, írásaink keresztül kritikát mondanak róla, magáról is, s ő félénken szinte megriadtan él ebben a környezetben. Mintha csak most nyitotta volna ki a szemét a világra. Mit csinált eddig? Amennyire vissza tud emlékezni, nélkülözések között vergődött és dolgozott. Eddig talán, ha egyszer volt új ruhája. Minden vacakját az idősebbektől örökölte. Elritkultan és színehagyottan maradtak rá a ruhák, s mennél szebben akarta magát földíszíteni, annál komikusabban és szánalmasabban hatott ezekben a csiricsáré dolgokban. Akármilyen kisemmizett elnyomott volt az élete, mégiscsak nő volt ő is, néha rajta kaptam, ahogy a tükör előtt állt és tetszelgett magának. Val. Tehát, na jó, nem tudom tényleg, lehet, hogy ez valami betegség. Jó, hogy ez a tükör kicsiségében mindig csak egy részecskét mutathatott meg belőle, és ő talán sosem látta meg magát egész valójában. Egyébként ez a rész itt annyira tetszett, hogy mi is csak ilyen kicsi részleteket kaptunk tőle, meg antológiákból kis darabokat, és szerintem ez az egy első kiállítás, ahol voltak éppen egy teljes egészet kaphatunk róla, szóval szerintem az öreg Kassák az eléggé örülhetett volna. A ruhákat az anyám alakította át számára, puffosak voltak az ujjai, bővek és hosszúak a szoknyái, és a magas szárú keménybőrű cipői mindig ferdére voltak taposra. A háta görbe kicsit, mint a tüdőbetegeké, nehéz léptekkel járt, mint az olyan angol kóros gyerekek, akiknek majdnem egyenes a talpuk, s a lábfejeik befelé görbülnek. Az orvos luttal betéteket rendelt a cipőibe, s ha ezek a szerkezetek kissé meg is könnyítették a járást, ezerféle gúnyolódásra adtak alkalmat. Senki nem akarta a családban komolyan bántani, de mindenkinek volt hozzá olyan szava, amitől ő szörnyen elkeseredett és állandóan készen állt a sírásra. És egyébként tök fura, mert itt teljesen úgy írja le, mint egy kriplit, és ha megnézzük a képeken, azért egy tök helyes kis csaj volt, és később kiderült, hogy ott a körben igen sokan tették neki a szépet, bár mondjuk, ha megnézzük, csak ez a négy nő volt ott, és mindegyik valakinek a valakije volt, tehát nem tudom. De most már nagylány, az ízetlen heccelődések mögötte maradtak. Szép új ruhája van, magasan összefogott, duplán visszahajtott gallérral, ami mint egy keretbe foglalja a fejét. A haját simán két oldalt fésüli, és itt jön az a rész, amit én kiemeltem mindenhol, mert itt azt éreztem, hogy mintha így rólam is beszélne Kassák, annyira szépen festi le a testvérét. Haját simán két oldalt fésüli, és így, ha beletekint a kis tükörbe, valami régi primitív Madonna képre emlékeztetheti önmagát. Szeret nagyokat nevetni, nyitott szájjal, és olyan végeszakadatlan, hogy belekönnyeznek a szemei. Fiú barátai még nincsenek, pedig már benne van a korában. Titokzatos fantáziát nyugtalanítják, ideges és idegességében feltűnően ügyetlenkedik. Jolána bizalmasa, szeret együtt lenni vele, mint a csiga a szarvaival, úgy tapogatózik nála mindenféle kérdésekben. És hát Jolán szárnyai alá veszi egyébként Erzsit, és közben azért az mindig nagy kérdés, hogy honnan jönnek ezek a sorok, hiszen
Pap Tibor is írja, hogy ez a lány, Erzsi, nem olvasott világirodalmat, nem tudta, hogy milyen törekvések vannak a nagyvilágban, illetve még Kassák sem ilyen típusú verseket írt, mint ő akkor. És Németh László írta Kassákkal kapcsolatban, hogy Kassáknak a tehetsége valószínűleg sokkal nagyobb volt, mint a saját szándékai, és ezért tudta, bár egy eszme írója akart lenni, az egész emberségem írója lett. Újvári Erzsinél is szerintem egy hasonló dolog figyelhető meg, hogy bár ő talán tényleg a saját nyugtalan látomásait, az idegrendszerének a rezdüléseit akarhatta megfogalmazni, de a tehetséget túlvitte önmagán, és olyan képeket és olyan formákat tudott létrehozni, amivel hát a mai napig hat. És bár mondom, elsőre nehéz ezekhez a szövegekhez közel férkőzni, ha az ember beremerül, és még fogok felolvasni, és nem biztos, hogy az én felolvasásom segít ehhez közel vinni, de hát ha tudok adni egy kis inspirációt, hogy érdemes ezekbe elmerülni. Amit mondjuk pont a megjelenéskor kirakott képek, Georg Grosz illusztrációi nem segítenek, mert szerintem nem illenek ezekhez a nagyon komoly prózaversekhez. És itt még annyit mondanék el, hogy nagyon érdekes a rendezésben, hogy a két életmű nagy pontjai szembe vannak állítva egymással, hiszen a Bartának a színes manifestumai, a nagy világa, amivel tényleg rengeteg anyagot találunk mindenhol, szembe azzal az egyetlen kicsike kis 1921-ben megjelent füzetkével, ami Újvári Erzsinek a munkái, amiben találhatók, hát azért az elég nagy szakadékot mutat, holott Újvári nem csak ezekkel a prózaversekkel jelentkezett, rengeteget írt, és később is, és az egész Tett és Makoréből ő volt az egyetlen, aki még az emigráció, és 22-ig még Kádár Erzsébet is, de gyakorlatilag sokáig ő maradt az, aki még írta a szövegeit, és hát úgy tudom, hogy még mindegyik nem is feltétlenül került elő, ugye? Vagy... Tehát én szerintem még biztos, hogy elő kell, hogy bukkanjanak, mert azért abban az időben nem az volt, hogy mindent eltettek vagy dokumentáltak, és itt is hát a kiállítás anyaga is gyakorlatilag egy véletlen folyamán került ilyen tömörségben a kurátorok kezében, hiszen az Újvári házaspár két gyereke, Zsuzsa és György, itt található velük egy kis videó, hoztak egy csomó anyagot ide nektek, ugye? Unoka és unoka. A kurátornak van igaza. Tehát ők hozták be a hagyatékot, és innen került elő egy csomó olyan, akár már elfeledettnek hitt anyag is, vagy olyan dokumentum, amik hát enélkül talán nem jutottak volna a múzeum birtokába. És hát, hogyha itt megnézzük ezt a falat, ez egy nagyon érdekes, és szerintem kicsit szívszorító is, hogy az eredetileg a prózák a Bortnyik illusztrációkkal, amik direkt ahhoz készültek, jelentek volna meg, de ezeket kisöpörték, és jöttek ezek a szerintem, hát most ezt hogy jellemezzem ezeket, nem tudom. Tehát, hogy nagyon érdekes lenne, és ezt majd kérem nézzétek, vagy nézzék meg közelebbről a Georg Grosz illusztrációkat. Oké, erőteljes, de pont ezekhez bár ezek is érzéki és nagyon ütős szövegek, én nem ilyen rajzokat, hanem pont a Bortnyik féle, ez is sötét, fekete, de mozgalmasságukban, illetve érzékenységükben közeljövő illusztrációkat választottam volna. Így az Erzsi szövegei kicsit olyan, mintha egy ilyen puszta propaganda kiáltvány részei lennének, a Bortnyikokkal pedig együtt ölelkezve egy nagyon erős képet adtak ki. És egyébként még annyit a Kassák, ahogy a húgához viszonyult, hogy kiírta, mondom, ilyen vitákat, és akkor, amikor neki mentek, mondjuk bántották Újvári Erzsit, ami nagyon gyakran előfordult, hiszen nagyon fiatal lány volt, hát akkor még nem volt 20 éves, és már teljes jogon publikált, és azt gondoljátok, hogy az ő írásai talán nem is egyebek pubertáskori megnyilatkozásoknál. Maguk pedig valamennyien őszöreg akadémikusok, ugye?
Ha Újvárit azért tolják ki maguk közült, mert fiatalnak tartják, ez undorító nagy képűség. Bartáról egyébként nem sokat mondanék, de szerintem nagyon érdekes az ő megismerkedésük, és igazán figyelemre méltó. Barta, ő nem proletársorból származott, egy kicsit feljebb jött, és voltak éppen ő is nagyon fiatalon kötekedni ment le a MA körébe, és leginkább Újvári Erzsit PC-ztek, ide beszólt mindenkinek. És ma, ugye pont itt kint beszéltük, hogy ezek a szerkesztőségi levelezések, meg megszólalások milyen furcsák, és hogy hogyan csodálkozunk, hogy ezek az emberek, akiket már úgy kicsit azt érezzük, hogy távolabb vannak tőlünk, hogyan viszonyultak egymáshoz, de ma megnézzünk mondjuk, én a Magyar Narancs szerkesztőségében dolgozom, hogy hogyan beszélünk egymással, meg milyen e-maileket írunk, szerintem az, ahogy a MÁ-ban kommunikáltak, vagy a TED-ben, tehát aranyos kis báránykák voltak. És hát itt egy részletet megint hadd osszak meg a Bartával, az egy ember életéből, a Bartával való megismerkedésüktől, és ez nekem nagyon tetszett, ezt csak azért másoltam ki. Barta Sándor vagyok, ordította bele a zajongásba a hápogó fiatalember. Podrosan fésült a haja, a szája szélei duzzadtak és vörösek, mint a négereké. Piszkos, elrongyolódott papírcsomót tart a kezében, amiről rekedt hangon olvasni kezdi a beszédét. Szörnyen zagyva piszkolódás. Rég nem hallottam ilyen oktalan reakciós szóáradatot. Azt mondja, ha a mi verseinket olvassa, úgy érzi, mintha trágyadombot szagolna. Valamennyien megbolondult kakasok vagyunk, akik egy-egy trágyadombon állunk, és onnan kiáltjuk világgá hisztérikus kitöréseinket. És azért látjuk, hogy ebben van elegancia. Tehát, hogy ez nekem azért tetszett, hogy Kassák ledorongol valakit, abba szellem van és humor. De valamennyiük között leggyalázatosabb egy nő, folytatja szinte megvezekedetten. Valami Újvári Erzsi nevű kótyagos tyúk, vagy csibécske, vagy más ilyen zöld démon. Amit ez az Újvári Erzsi féle művészkedik össze, attól könnyen kifordulhat az ember gyomra. És így tovább. A körülötte állók nevettek és helyeseltek neki. A többiek le akarták hurrogni, és általános lett a káosz a teremben. Újvári Erzsi ott ült a munkatársak között sápadtan, és a nagy szemei, amelyek kékes-fekete szilvákhoz hasonlítanak, ilyetten bámulnak bele a levegőbe. A plafont nézi, az arca olyan, mintha tűzön pirították volna, és a megmerett tekintetét sem jobbra, sem balra nem meri elmozdítani. Kegyetlen pillanatok lehettek ezek az ő ártatlan 16 éves életében. Úgy érezhette, hogy korbáccsal ütik a testét, és paprikát hintenek a szemeibe. A szónokló fiatalember nagyon gyakorlatlan, ugye azért itt nem sejtenénk, hogy házaspár lesz belőlük. Vagy pont ez az óvodai haj cibálás, hát nem tudom, de közben ez cuki. A szónokló fiatalember nagyon gyakorlatlan lehetett a támadó hadjáratban. Ahelyett, hogy a szörnyű mocskolódás után befejezte volna a beszédét, vége szakadatlanul darált és hápogott tovább. Lassan mindenki ellene fordult, mint valami megvadult bikaborjút terrorizálták, szorították vissza a sarokba. Az elnök szólt néhány szót a mi javunkra, aztán vége lett ennek a gyalázatos estének. Újvári Erzsi, hogy kiléptünk az épületből, hangosan elsírta magát, és ez egész hazáig szipogott keserűségében. Aztán utána nagyon érdekes olvasni, hogy írja Kassák, hogy izgalmas napok következnek, itt megszerzik a Lenin állam és forradalom című kötetét. Tehát nekem nagyon furcsa ez a fajta a ilyen mozgalmi gondolkodás, hogy tényleg minden az egész művészetük, az egész emberi megnyilatkozásaik tényleg a mozgalomnak és az eszmének vannak alárendelve, de közben ez valószínűleg, ezt nem tudom elképzelni, olyan erős tartó erő lehet, ami tényleg veszekedéseket, barátságokat és valószínűleg örök szerelmeket is létrehoz. És hát nem sokkal később írja, hogy Barta Mácát szeretné elmeríteni, a többiek pedig Bartára acsarkodnak, mert ma már nyilvánvaló, hogy Barta veszedelmesen udvarol Újvári Erzsinek. Különös, hogy ez a két ember, mint halálos ellenségek kerültek egymás mellé, és alig néhány hónap múltán ma már házasságra készülnek. Újvári szépen kifejlődött az utóbbi időben, okos nagylány lett belőle, és a környezetéből valamennyien kicsit belebolondultak. Szóval ez, tényleg el tudom képzelni, hogy lejött ez az ilyen véres szájú Barta, aki egyébként szerintem írtó szellemes, és érdemes ezeket a kirakott kiáltványait is megnézni, szerintem olyan humor és olyan szellemi pezsgés árad a soraiból, hogy meg hát meg kell nézni a fotóját, hogy az ember nyilvánvalóan beleszeret. Tehát én is beleszerettem volna, akármennyi hülyeséget beszél össze-vissza. És egyébként nagyon sokan írják, vagy hát többen írják Újvári Erzsiről, hogy amit ez a Madonna arc, hogy és ezek a fotók nem adják vissza, mert a fotókon azért
én például elsőre nem egy szép nőt láttam, de amikor így tényleg az ő harcát, a verseit sokkal jobban megismertem, és tényleg ez, ahogy a Kassák leírta a húgáról, a mély szilva szemeiből áradó értelem, az nagyon meg tudta fogni az embert. És hát itt még a háború éveiben járunk, és itt nagyon fontos megemlíteni, ami nagyon erősen megnyilatkozik Újvári Erzsi verseiben, az ő pacifizmusa, valamint az, hogy a hátországban levő nők életét megjeleníti. És itt gondoltam, mielőtt még átmegyünk a másik terembe, hogy a másik verséből is beidéznék, ez szintén ugye a prózák kötetben jelent meg, hogy átérezzük, ami a stílusában szerintem, és ez több kritikusa, és hát nem volt sok kritikusa, de Kelemen Erzsébet is például kiemelte, az ő nominális stílusát, az erős képeit, valamint azt, hogy csupa felkiáltás, csupa tényleg ilyen expresszív látomás, amit ő ír, mégis annyira megelevenedik előttünk egy háborút átélt, a hátországban szenvedő generáció, hát főleg a nők, hogy mondják ezt, közérzete, vagy hát egyszerűen nagyon erős képet kapunk arról, hogy hogyan élhették meg a hátramaradott nők azt, hogy ott vannak, voltak éppen magukra hagyva, férfiak és támasz nélkül, és egy egész világot kell a hátukon hordaniuk, anélkül, hogy tudnák, hogy mi következik. És itt egy szülésről ír, és hát sokan, tehát hogy az a pár kritikus, aki foglalkozott vele, az kiemeli, hogy ahogy ő írt akár a jó, elég rejtetten, de a szexualitásról, a hiányról, ezekről a női problémákról, az egyedivé teszi a magyar költészetben, és nagyon sokaknak tekinthetjük előfutárának is, de egy olyan előfutárnak, akiről egyszerűen megfeledkeztek, mintha ez a láncszem, amit ő képviselt volna, az egyáltalán nem is létezett volna. Tehát most akkor egy szülés leírása. Meghalok. Végső feszítés. Belülről kínzás. És az ágy fehér alján most kivirágzik egy fej. Jaj! Úgy érzi, hogy az égből két könycsepp gurul le, és gurul. A gyerek elsírta magát. Az öreg arcán vörösre feszült a bőr, mikor a szája az örömre pattant. Fiú! Asszonyok a magtalanság síró kalászai fölkapták, és feszülő karokkal magasra emelik a tenyerük drága gyöngyét. Fiú! Arcukon keverődzik a sárga meg a vörös. A beteg szája nehezen mozdul. Ide, féltette, hozzám. Hangja visszapattant a fülükről, s a lehelletük szinte melegíti a gyönge testet. Csak nézték. Egy percre magukének érezték a másik örömét. Jaj, adjátok! Valaki a beteg mellé pólyázta a gyereket, és a rózsaszín tej beleveszett a teste hajlásába. Enyém. Az asszonyok jajgató karja még utána lendült, aztán messzire elhúzódtak az ágytól. Az övé. És ez, tehát ahogy így beszél arról, ahogy nők egymás között egy ilyen pillanatban, egy háborúban születő gyerek, egy fiú, aki lehet, hogy, és ez már lehet, hogy csak én látom bele, de egyszer az örömbe ott van az is, hogy a fiúkat ugye előbb-utóbb elviszik, tehát a férfiakat elveszítjük, mégis örülnek, és egymás örömét is, a születésnek, az életnek való örömöt is át tudják érezni. És pont ezt a születéssel kapcsolatos verset hoztam annak átkötésére, hogy kérnék mindenkit, hogy menjünk át a másik terembe, mert ugye itt a 19 után Bécsbe emigráltak, és Bécs után végre imádott Szovjetuniójukba is el tudtak menni, de itt még a Bécsből is látunk adatokat, és a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgaikról mondanék még pár szót. Hát ez is egy nagyon sűrű és nagyon izgalmas terem, és hát itt is egyébként azt javaslom, hogy majd ki, aki tudja, menjen végig, és olvassák el, vagy olvassátok el azokat a megjegyzéseket, idézeteket, és persze a kis videót is a filmből, a Cigabertop filmből, ami kapcsolódik ide. És itt láttatok a bécsi évek, és illetve a moszkvai évek dokumentumait. És hát és itt van egy kép, nagyon szeretem ezt a képet róluk, tehát itt azért már itt szépnek látható Újvári Erzsi, és hogyha valaki jobban megnézi, valóban hasonlít rám.
És egyébként ezért is vettem fel ezt az ékszerszettet, ez messziről nem látszik, ezt nekem csinálta egy tervező, ezek tollhegyek, és látom magam előtt ezt a kisnőt, akinek tényleg nem sok idő adatot, és nem sok siker, és nem sok visszajelzés, de mégis kitartóan ment előre. És hát, jó, hát mondom, Barta akár tényleg az enyém is lehetett volna. És hát a családmodelljükről, ez engem nagyon-nagyon elgondolkodtatott, és sokat foglalkoztam vele, hogy ugye ez egy harmonikus házasságnak tűnt. Itt a kurátori koncepció volt, hogy személyes visszaemlékezéseket, illetve az ő kapcsolatukról való, nem tudom, gondolatokat nem tesznek be a kiállításba, de azért az nagyon elgondolkodtató, ahogy ők a gyereknevelésről különféleképpen gondolkodtak. És Barta, a férfi, szerintem azt a vonalat képviseli, nem szerintem, tehát azt a vonalat képviseli, hát ez a kollektív gyereknevelés eszméjét, még azért az alapokban, tehát a nagy közös, nem tudom, fejlődésben, nevelésben, társadalomba való eszméjét Erzsi is osztja, azért ő mégiscsak azt gondolja, amit, hát ahogy én tapasztalom, a legtöbb anya gondol, hogy az anya-gyerek kapcsolat az egy különleges kapcsolat, és nem lehet az, hogy megszülöm a gyereket, és bedobom a közösbe, és akkor majd valami történik. És itt engedjetek, vagy engedjenek meg egy ilyen személyes emléket. Én 2014-ben eltöltöttem több mint két hetet, vagy azt hiszem pont két hetet, annyi volt, amennyire beengedtek Észak-Koreába, és ott hát ugye megvalósulni látszik az a társadalmi idea, amiről ők száz éve, vagy több mint száz, igen, száz éve álmodoztak, és valóban elmentünk egy olyan, hát a gyerekeket beadják, és egy ilyen közös intézetben mi voltunk is egy ilyen helyen. Nyilván mi egy olyat látogathattunk meg, ahol még viszonylag épp állapotban voltak ezek a picik, de a szülők csak az egyes napokon láthatják őket, tehát 1-én, 11-én, illetve 21-én akkor találkozhatnak anyjukkal, apjukkal. Amúgy ezeket a gyerekeket kollektívan nevelték, és hát megnéztük ezeket a hálótermeket, a gyerekek kórusát meghallgattuk, és ott álltak a 6-7 éves kicsik, és szavaltak nekünk szavaló kórusba, mint mi a Csibével egy korosztály vagyunk, a 76-osak, tehát hogy nekünk még kellett az iskolai ünnepén ezeket a verseket így elmondani, de hát ott úgy látszik, hogy ez az agymosás megy már egészen pici korban, és hát, tehát hogy nem tudom, hogy havi háromszor láthatod a szüleidet, és arra nevelnek, hogy neked onnantól a dolgot csak az, hogy a közösségedet szolgáld, és hogy nem létezik más, mint az ennek való megfelelés, hát az szerintem igencsak bonyolultá teszi azt, hogy magadról, illetve akár az egész világról gondolkodni tudjál. És én itt azért Erzsivel tartok, hogy azért nagyon fontos a személyesség, és nem lehet feloldódni ebbe a kollektív valamiben, és hát itt az utópia szót a falon is kiemelődik, szóval ezek valami olyan látomások, amiket soha nem lehet, és szerintem nincs az a világ, Észak-Koreában se sikerült, tehát ott egy nagyon súlyos élményem volt, hogy hát azért én nem boldog arcokat láttam ott, és hiába nőttek már ott fel, ugye 53 óta van ott, azt hiszem a koreai háború vége óta, tehát generációk nőttek fel, úgyhogy ennyit láttak a világból, és hát azért nem a megvalósult, nem tudom, tényleg lehetőségek és boldogságok, nem tudom, világa ez, kivéve talán a vezetőknek. És hát akkor az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a házaspár, amikor végre kijuthattak Moszkvába, hogyan értékelték, vagy értékelték át a saját eszméiket, amik tényleg az egész életüket, a művészetüket és mindenhez való viszonyukat meghatározták. Azt lehet tudni, hogy szegény Erzsi a szklerózis multiplexes lett, ugye? Tehát, hogy, és a betegség egyre inkább elhatalmasodott rajta, ugye végül már nem is írt, és ott vannak képek ott a másik falon, iszonyú körülmények közé kerültek. Faházakban laktak Moszkva mellett, azt amúgy is ott jó a klíma, azt lehet tudni, hogy milyen szuper lehetett ott nekik, áram hiány, melegvíz hiány, viszont a téli sportoknak adózhattak, hogyha éppen ahhoz volt
kedvük. Ugye Erzsinek elhallgatott az írása is, és azt is lehet tudni, hogy szegény Bartának sem lett jobb a sorsa. Az egyik a kiállításon megjelent cikkben idézték azt, hogy nem, azt nem lehet tudni, hogy az Marxtól vagy Lenintől származik a szegény hülyék, hogy az eszme szolgálatában állított embereket, aztán végül az eszme befalja, tehát a tisztogatások áldozatául vált Barta is kivégezték, és a család semmit nem tud arról, hogy voltak éppen, hogy zajlott ez, és mik voltak a vádak, illetve hogy mi igaz ebből az egész történetből. Tehát ezt hozzátartozóként feldolgozni iszonyú nehéz lehetett. Hát voltak éppen én ennyit akartam elmondani, mert a többi az még idézet lenne, meg a versek elemzése, de még a Újvári Erzsihez visszakanyarodnék egy picit, ha pár percig még bírjátok, vagy bírják, mert Papp Tibor tényleg annyira dühös volt, hogy így bántak Erzsivel, hogy egy idézetet kiírtam tőle, hogy például ő a szövegeinek az újrakiadását is egy merényletnek tartja Újvári ellen. Például, hogy hosszú ível írták a nevét, amikor az egy ember életében is, meg mindenhol rövid úval írják, és azt írja, hogy megszerkesztett kiadás, már a címe is, hogy csikorognak a kövek, miért adták ezt a címet, amikor ha kassáknak meg nekik jó volt az, hogy prózák, akkor miért nem hagyták meg ezt, és azt írja, hogy ez az új kiadás könyvbe csomagolt bomba. És amiben a legnagyobb gyújtóele egy Kálmán C. György utószava, ami mit írt az, hogy nem is értékelő tanulmány, hanem inkább leértékelő tanulmánynak nevezném. És egyébként azt nem tudom, hogy hol lehet elolvasni, mert a tucatnyi prózamers mellett Erzsi állítólag írt jeleneteket, bábjátékot és egyéb szövegeket is, tehát hogy ezeket majd azért jó lenne egyszer újra megjelentetni, vagy akár nem tudom, itt a honlapon hozzá, vagy már hozzáférhetőek? Mert az csodálatos lenne, mert közben így nagyon... Tehát ez az anyag, amit mi a magyar avantgárd, vagy ez a mozgalmi, nem tudom, művészetekről gondolunk, azért mindenkinek a fejébe keveredik egyfajta ideológikussággal, akár a mesék is, vagy ezek a versek, és hogyha mondjuk egy olyan tálalásba kapnánk ezeket, hogy ahogy most Újvári Erzsi kapcsán az emberi oldalra, vagy a humánumra, vagy a női szemszögre is ráfigyelhetünk, akkor valószínűleg közelebb tudnának jönni a versolvasó, versértő, vagy irodalomszerető emberekhez. Mert ha csak magamból kiindulok, hogy milyen ellenérzésekkel mentem neki, és milyen falak voltak bennem, és ezek hogy omlottak le, amikor egy másik arcára tudtam rápillantani ennek a most már azt mondom csodálatos alkotónak, akkor azt gondolom, hogy valóban közel jöhetne szélesebb körhöz is. Egyébként itt van egy képernyő, általában, most éppen nincs bekapcsolva, de hogy majd gondolom, ha a vége a tárlatvezetésnek, akkor be lesz. Itt két színművész állított össze egy kis verses kollást, lehet így mondani, nem tudom, a két alkotó verseiből, és talán nekem ez volt az első pont, amikor itt a hugommal álltunk, és hallgattuk, tehát hogy vizuálisan is nagyon szépen van megoldva a felvétel, pedig nagyon egyszerű puritán, tehát csak a két arcot látjuk, mondja ezeket a szövegeket, és egyszerűen átjön, úgy éreztem az üzenet, és hogy ezek a képek megelevenednek. Én ennyit gondoltam. Sajtócsára rendezésében. Igen. Mert itt már csak idézeteket írtam ki, de azt gondolom, hogy ezeket inkább jobb elolvasni és fókuszálni arra, hogy ahogy Erzsi megteremti, most úgy beszélek, mint a barátnőm lenne, de körülbelül úgy is érzem. Ahogy ezekből a nagyon, voltak éppen szikár képekből egy erős látványvilágot teremt, és ahogy így elénk dobálja ezeket, ahogy szintén Papp Tibor mondta, hogy mintha ilyen tömböket írna, de ezek a tömbök egészbe építve mégis valami, tehát a tömbök magukban az alkotórészek is külön értékesek, de egyben az építmény mégiscsak olyan, hogy az embernek nincs kedve szétrúgni és tömbökbe nézni, hanem az egészet egyszerre csodálni. És hát akkor egy Erzsitől vett idézettel búcsúznék. Derékbe vágott testek, fekete hullák, zsírfüst, jajgatás.
Egy láb nélküli ember két kezén hintálja a testét, hogy hidegüljön a forrósebb. Másiknak meg a fele égett el. A fekete csonk közepén utolsót ver a vörös szív. És azt hiszem, mondjuk ez pont mindent hoz, ami Erzsi verseiben érdekes, tehát ez a felsorolás, voltak éppen ez a nominatív stílus, expresszív képek, és ott van előttünk az egész háború. Tehát ez utolsót ver a vörös szív. Egyszerűen annyira plasztikus és annyira közel tud jönni, hogy ott látjuk magunk előtt, és nem csak azért, mert rengeteg háborús filmet láttunk azóta, hanem olyan megjelenítő ereje van Újvári sorainak, hogy azt szerintem sokan eltanulhatnák ma is. Az kicsit túlzásnak érzem a felhevült elemzésekben, hogy valaki már Pilinszky előképét látja benne, és vannak ilyen levezetések is, de közben meg én is, amikor úgy figyeltem a sorait, hogy voltak éppen egy rejtett kincs, és később kezdtek el élni a képei, akkor én felfedeztem például, amikor a házak, az ágyak kiköpik az embereket az utcára, akkor felfedeztem például Kemény István képeit, hogy zsiványokat dobálnak az útra. És voltak éppen megvoltak ezek szerint a magyar költészetben szunnyadva azok, amik most akár tényleg a 2000-es évek közepén teljesednek ki. Tehát érdemes szerintem rányitni a szemünket erre a világra, és tényleg köszönöm a szervezőknek, meg a kurátoroknak, hogy egy ilyen szép anyagot hoztak össze.